van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Köszönjük a kedves hallgatókat! Még egy jó 40 percünk van a Millás reggeliből itt a 90.9 Jazzin, amit Kántor Endrével készítünk. És Gede Balázzsal. És 06302010909 SMS WhatsApp Viber számunk. Ez azt mondja, hogy drága műsorvezetők, ma ittam egy bögre igazán rossz kávét, rögtön rátogondoltam, hogy morgó. Köszönjük szépen. Nyugdíjpénztár negatív hozam, a kiegyensúlyozott portfólióknál elsősorban a hosszú lejáratú kötvények hozam emelkedése miatt van. Ezt a nyugdíjpénztár lejáratig megtartja, a hallgatónak nem kell izgulnia, írta törzshallgatónk itt a negatív hozam miatt. Úgyhogy ez még a műsor elején hangzott el. Egy információs arra válaszul, írta. Na de, most egy más dolgunk van. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladékgazdálkodásban otthon. Hát ugye most volt info azzal kapcsolatban, hogy kapacitás stoppot hirdettek, tehát a naperőművek csatlakozási lehetőségének leállítása az ország érdekével szöges ellentétben áll, mert hogy veszélybe sodorja ezzel az egész szektort a széndioxidsemleges gazdálkodás mielőbbi elérésének valószínűségét, és korlátozva az ország önellátási esélyeit is. Ezt írta a Magyar Napenergia Szektor három meghatározó szervezete, a MANAP, az MNNS és az MSIT, Palkovics László miniszternek címzett nyílt levelében erre reagálva. Itt van a MANAP Iparági Egyesület elnöke, Szolnoki Ádám a vonalban velünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, hogy üdvözlöm a hallgatókat. Jó reggelt. Mi ez a kapacitás stop egész pontosan, hogyha valaki nem értesült volna róla? Ja, háttere, miért történt ez? Hát ugye ez a kapacitás stop, ha így hívjuk, akkor ez nem most történt. Körülbelül egy évvel ezelőtt történt egy olyan jogszabálymódosítás, hogy a régi menetrend szerint nem lehetett már új igényt beadni erőművekre, új csatlakozási igényt beadni erőművekre, mert megújítják ezt a folyamatot. Ennek a folyamat megújításnak az eredménye volt ez a május 3-i úgynevezett kapacitás közzétételi eljárás, tehát egy egyéves emésztési és szülési folyamaton vagyunk túl, tehát egy éve, igazából már egy éve nem lehet új igényt beadni erőművekre, és ezt a május 3-at, ezt hát nagyon várta az iparág, és itt megint csak nullák jelentek meg az elérhető kapacitások tekintetében, ami hát a várakozások azok nem voltak nagyon magasak, azt azért hozzá kell tennem, de a teljesen nulla azért mindenkit meglepett, azt kell, hogy mondjam. Ugye a kérdés volt, hogy mi állhat ennek a hátterében. Igen, tehát mi indokolja ezt? Ki az, aki a kapacitásokat odaadja, vagy ki az, akinek kapacitást kell igényelni, röviden ezt járjuk körbe. Ugye vannak a hálózati úgynevezett elosztói és átviteli engedélyesek, ők mondjuk azt, hogy a szolgáltatók, akik az három hálózatot üzemeltetik, tulajdonjának üzemeltetik, ebből Magyarországon ugye van az átviteli, a nagy hálózat, ezek a nagyon nagy vezetékek, amiket látunk, jellemzően a Mavir üzemelteti az átviteli hálózat, és akkor vannak a kisebb vezetékek, de még mindig nagyok. Az előző az általában 100 kilovoltos, tehát 100 ezer voltról beszélünk, a második a középfeszültségeknek 20 ezer volt, tehát igazán nagy feszültségű csatlakozásokról beszélünk, és hálózatokról. Ezeket pedig az úgynevezett elosztói engedélyesek, ugye mint az MDM, meg van ilyen cég, a DMAS, az E.ON, stb. És ők ugye karöltve összeültek, és kiszámolták, hogy mik a lehetőségek, és ennek az eredménye lett egy nulla.
a megjelent ezzel kapcsolatban az elosztók, a szolgáltatók részéről nyilván május 3-án ehhez egy ilyen közlemény jellegű irat a honlapjaikon, ami ugye nagyjából körbejárva a dolgot, ugye Magyarországnak van egy célja 2030-ra. 6,5 gigawattnyi napelemet szeretnénk Magyarországon a hálózatba berakni. Ezt a 6,5 gigawattos célt, ezt a minisztérium kicsit több mint 3 évvel ezelőtt tűzte ki maga elé, és hát tavaly év végén 3 gigawattnál tartottunk, ami azért egy egészen szép teljesítmény, mert 2-3 évvel ezelőtt, nem mondom, hogy nulla, de hát ennek a töredéke volt. Tehát 2-3 év alatt igencsak komoly karrier futott be, úgymond a napenergia szektor itt a Magyarországon, és nem azt mondom, hogy megijedtek, de az biztos, hogy komoly kihívásokat jelent a szolgáltatóknak ennek a szektornak a bővülése, a növekedése és a hálózaton való megjelenése, ugyanis ugye itt időjárás függő termelésről beszélünk, aminek a kiegyensúlyozása, a szabályozási energia szükséglete az egy nagyobb szükséglet, mint mondjuk a hagyományos termelésnél. És ugye, ha most tartunk 3 gigawattnál, idén év végére simán tarthatunk 4 gigawattnál, a 6,5 gigawattot valószínűleg idő előtt el fogjuk érni. Oké, tehát itt az egyik magyarázat az volt, hogy pont ez a kiegyenlítés, pont az infrastruktúra biztonsága szempontjából igen. kellett most stoppot hirdetni, de ez nem jelenti azt, hogy a rendszerben ne tudják tovább folytatni a megkezdett projekteket, meg azt sem, hogy a jövőben ne nyílna újabb lehetőség, hanem most egyszerűen meg kellett állni, mert hirtelen túl sok szereplő lépett be a piacra. Hát ez igen, azért itt azt meg kell említeni, hogy ez a 6,5 gigawattos cél, ez nem ma született cél. Tehát mi itt a napenergia szektorból azért azt látjuk, hogy erre fel lehetett volna készülni uh-huh. egy kicsit gyorsabban. Ki az, aki, mert itt sok mindenkit említett, a Mavirtól kezdve, különböző szolgáltatókat is, de hát gondolom, hogy a szolgáltatók, ők felkészültek erre, hiszen piaci szereplők, és egyébként egyre inkább zöldülnek, tehát lehet látni azt, hogy ajánlanak az ügyfeleiknek tiszta, megújuló energiából származó mixeket. Hát ez egy nagyon, nagyon érdekes helyzet, igen, a cég egyik része ajánlja, a másik része blokkolja, nyilván mind a kettőnek más a felelőssége. Uh-huh. Ugye az előbb azt említettem, hogy fel lehetett volna készülni, azért ez talán egy picit erős kijelentés, de az, hogy ütemesebben lehetett volna haladni, és most viszont nagyon ütemesen kéne haladni, ezt az álláspontot viszont határozottan alá lehet támasztani. Ha itt nem lesznek megfelelő hálózati beruházások, és ehhez is hozzá kell tenni, hogy a hálózati beruházásoknak az átfutása az 3-5 évet simán igénybe vehet. Tehát mármint itt arról szól, bocsánat, a hálózati beruházás az azt jelenti, hogy a rendszer el tudja viselni ezt a fajta ingadozást és terhelést. Hálózati és szabályozási energia beruházásokra nagyobb mértékben van szükség, és talán egy picit korábban is el lehetett volna indulni ezen a téren. Ez ugye az egyik oldal, hogy fel kéne zárkózni ehhez. A másik oldal pedig az, hogy van egy 6,5 gigawattos célunk, ugye, és hogy ezt nagyon-nagyon erősen közelítjük, és akkor hátra is dőlhetünk, ugye hát ezzel sem nagyon értünk egyet. Ugye a 6,5 gigawattos cél az több mint 3 évvel ezelőtt lett megfogalmazva, ez akkor egy egészen optimista és progresszív célnak tűnt, nem csak tűnt, akkor ez az volt, de ma 3 évvel később az az igazság, hogy az elmúlt 1-2 évben a napenergia szektorban olyan léptékkel bővültek a kapacitások, és a technológia fejlődése olyan volt továbbra is határozottan, illetve a zöldülési igény akkora volt, hogy ezeket a célokat már ideje volna felülvizsgálni. A szomszédos, illetve egyéb EU-s országok az elmúlt 1-2 évben a korábban ambiciózus céljaikat sokkal ambiciózusabbá tették, úgyhogy nekünk most itt az a feladatunk és a küldetésünk, hogy ezt a 6,5 gigawattos célt, ezt tornázzuk feljebb. Nagyon fontos volna nyilván a megújuló részaránynak a növelése, nyilván az energiafüggetlenségnek a növelése, és egyébként költséghatékonysági okokból is, ugyanis ma már az újonnan telepített kapacitások közül
már-már Magyarországon is a legolcsóbban villamos energiát termelni napelemmel lehet. Igen, tiszta sor, és tényleg az energiafüggetlenség az egyik legfontosabb érv ezzel kapcsolatban. Én csak azt a részét nem értem, és azt is értem, hogy nehéz helyzetbe hozták ezzel a kapacitás stoppal a KKV szektornak azon képviselőt, akik erre tették fel hát a megélhetésüket és az egész vállalkozásokat. Ezt is értem. Igen. Azt nem értem, hogy a piacon lévő szolgáltatók, akik versenyeznek a piacon, hogy nekik miért lenne érdekük a kapacitás stop? Hát itt azért különböző entitásokról beszélünk. Tehát tehát olyan mértékben azok a cégek, akik a hálózati szolgáltatás piacán jelen vannak, olyan mértékben messze nincsenek jelen a napenergia bővítése terén, mint amennyire a hálózati energiaszolgáltatás terén jelen vannak, és ezek cégen belül is nagyon, nagyon szigorú elválasztás van a tevékenységek között, ezek külön cégek is, külön felügyelt cégek, és a külön felügyelt cégek, tehát az energiahivatal szigorú kontrollja alatt működő szolgáltatókról beszélünk, teljesen külön szabályoknak kell ezeknek a cégeknek engedelmeskedni, igen, mondhatjuk így. Az, hogy a tulajdonosai adott esetben egy napelőmű vagy egy napelem telepítő tégnek és egy szolgáltatott tégnek az egyezik valahol fönt a magasban, ugye, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezeket az érdekeket össze lehet teljesen fésülni. Nyilván van valami kölcsönhatás, és igen, van olyan szolgáltató, aki például a lakossági szektorban nagyon erős, és neki is fontos, hogy profitábilisan tudjon működni, de ezek ennyire nem nincsenek össze linkelve, nincsenek ennyire összekérve. Jó, ez érdekes téma, mert ebben szerintem még kicsit mélyebben is érdemes majd belemenni. Most viszont, mivel fut az idő, egy dolgot még beszéljünk meg. Ugye ez a három legnagyobb megújuló energiaipari szervezet, szakmai szervezet írta ezt alá, küldte ezt a javaslatot. Ezek között van a MANAP, illetve a Magyar Napkollektor Szövetség, illetve a Magyar Szélenergiaipari Társaság. Hát utóbbival, ők aztán, hogy is mondjam, nagyon gáz lenne azt mondani, hogy szélmalomharcot folytatnak, de tényleg, mert az aztán teljesen hanyagolva van. Hát nem vagyok arra feljogosítva, vagy hát felkészülve se, hogy a szélenergiások nevében nyilatkozzak, de a kapacitás stop, ha lehetne amúgy szélerőművet telepíteni Magyarországon, az akkor ugyanúgy érinteni őket is, tehát ez azért egy általános... Igen, ez a lehet, de probléma. Nem lehet kategóriában igen. Vannak, ezt majd velük igen. Megbeszéljük, de mit várnak ettől a levéltől? Mondhatjuk azt, hogy van azért egy működő párbeszéd, vagy volt az iparági jogalkotó, szabályozó és az iparág piaci szereplői között. Ezt egy picit szorosabbra szeretnénk fűzni, illetve az, hogy ugye említettem, hogy nehéz helyzetbe hozott olyan cégek, akik erőműveket fejlesztenek KKV-kat. Ez egy nagyon fontos pont. Ezek magyar KKV-k, akik erőművi helyszíneket felderítenek, megkeresnek, megterveznek egy erőművet. Ezek egy éve nem tudnak működni gyakorlatilag, ugye, mert egy éve nem volt lehetőség csatlakozni. És most igazából a kettes számú probléma az az, hogy nem látni, hogy mikor lesz és mi fog történni. Tehát ugye ön is említette, hogy itt most van stop, de majd lesz majd kapacitás, ugye majd, hogyha lesz bővítés, meg kiegyenlítő energia, kapacitás bővítés, akkor majd lehet majd megint csatlakozni, de hogy e mögé egyáltalán nem lát be az iparág, hogy milyen folyamatok zajlanak e mögött, várható-e, mikor várható, hogyan várható, ugye azért ez egy szektor. Teljesen bizonytalan jövőkép, problémát. Így van, értem. Pontosan, ez a legnagyobb probléma. Hát, jó. Bocsánat, még egy dolgot hagyd tegyek a dologhoz, hogy nagyon sokan ebből aki felületesen olvasta el, vagy nem szakmabeli, sokan kicsit összekapcsolták ezt a lakossági napelemekkel, hogy akkor ott mi van. Ezt kérdezte is egy hallgató egyébként, igen, hogy a mini erőművekre ez vonatkozik-e. Igen, akkor erre ki akartam mindenképpen térni. Tehát ott
Ez a kapacitástól, ez a nagy erőművekre vonatkozik. Aha. Tehát a lakossági úgynevezett háztartási méretű kis erőművekre nem, az megy a maga útján, az bővül szépen, tehát ott ilyen probléma jelenleg nincs. Nyilván azért ott is, ugye, hogyha valaki bead egy igényt, akkor előfordulhat, hogy azt mondják, hogy húha, hát itt nem nagyon lehet most csatlakozni, de majd fél év múlva igen, mert ugye ott is lehetnek már hálózati szűkületek, úgymond, de továbbra is kötelező befogadni, továbbra is lehet kérelmezni, és nincsen érdemi hálózati akadályozó tényező, jelenleg nincsen. Értjük, köszönjük szépen a tájékoztatást. Hát vissza fogunk térni rá, köszönjük szépen az infókat. Szép napot kívánunk. Én is köszönöm. Viszontlátásra. Szolnoki Ádámmal, a Manap Iparági Egyesület elnökével beszélgettünk a naperőművekre vonatkozó kapacitás stopról. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké? Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladékgazdálkodásban otthon.